Hát 25 éve foglalkozom ezzel. Azt szoktam mindig elmondani, hogy volt egy barátom, aki gitározott, Damien Hurt használt, és abból az ilyen vékony sárga rész rúgta a betekerő, és abból valamiért mindig a D-hús szakad el. És én azokat így elkértem. És akkor egyszer csak, mikor elegem volt a fészörnyén a színes laborban való munkával, akkor elkezdtem ékszert horgolni. Előtte is mindig kreatívkodtam, tehát mindig érdekeltek ilyen művészeti dolgok, de nem volt semmi konkrét. És akkor így ezen indult el, hogy elkezdtem fémmel foglalkozni. Akkor semmilyen képzettségem nem volt ebben, viszont megengedte Nálas Éva, aki akkor a művészeti szakközépiskolában tanított, ötvös tanár volt, hogy bejárjak oda, azt hiszem fél évig talán, vagy egy évig is. Havonta egyszer, akkor megtanultam edényt felhúzni, cizellálni, de akkor megbeszéltük, hogy olyat sokan csinálnak, horgolt ékszert meg senki, és hogy akkor én ennél maradtam. És akkor azóta foglalkozom ezzel, ebből élek, galériákba árusítom, ha hívnak, akkor nagyon szívesen kiállítok. Az ihlet az tökéletes számomra erre. Hát én hiszek ilyen anyagon túli hatalmakban, és hiszem azt, hogy azokra ráhangolódva végtelen mennyiségű minta tud az emberen keresztül megvalósulni az anyagban. És ez egy olyan állapot, hogyha egy-két óráig én nekiállok ékszert készíteni, akkor előbb-utóbb ebbe kerülök, és szerintem a művészek mindegyike. Egy ilyen csatornaként jönnek a motívumok, és akkor ez nagyon könnyű már, hogyha az ember így ráhangolódik erre. Kézműves foglalkozásokat tartok, ahol ritkán tanítok horgolást, hanem egyéb egyszerűbb dolgokat tanítok, főleg gyerekeknek, néha felnőtteknek. Voltak, akik megtanultak horgolni is konkrétan. Egy fiúról tudok, aki gyönyörű horgolt ékszereket készít ezüstből. Erdélyi Ferencnek hívják, és aztán Tatán nyitott egy ilyen ezüstboltot. A más így nem maradt meg ebben a szakmában, így konkrétan megélhetés szempontjából. Homlói Közösségek Házában is egy évig tartottam szakkört, nagyon kedves, nagyon ügyes érdeklődők számára, a kézműves szakkör számára. Kiknek ajánlod ezt a kiállítást? Hát bárkinek, aki vonzódik az ékszerekhez, aki szereti a szépet, aki hord ékszereket, aki nem hord ékszereket, aki vonzódik a szépséghez.